és így berakom a kereszt mellé. A Rubik kocka köré szervezett versenyt a 60. Kodály Zoltán értékközvetítő és képességfejlesztő általános iskola. A fiatalok nem csak a klasszikus 3x3-as játékkal, hanem annak bővített változataival is versenybe szállhattak. A megmérettetéseket az ország legjobb Rubik kocka bűvölői közé tartozó Török Ágoston koordinálta, aki elmondta, édesanyja indította el ezt a szenvedélyt nála. Komolyabban 6 éve foglalkozik a játékkal. Ahogy fogalmazott, mindenkinek érdemes időt szánni rá, meg kell tanulni a különböző algoritmusokat, és utána bárkinek könnyen rááll a keze. Maguktól nagyon-nagyon kevesen tudják csak kitalálni a Rubik kocka megoldását, tehát kezdésnek egy amatőr metódust érdemes megtanulni, ez egy soronkénti metódus, nem teljesen ugyanúgy működik, ahogyan most megmutattam. Ez nagyjából 3-4 óra alatt megtanulható szinte bárkinek. Én azt tanácsolnám, hogy YouTube-on, vagy az interneten minden esetre keressenek rá konkrétan, hogy a Rubik kocka kirakása, és most már egész jó videók vannak kezdők számára. Én nekem pedig a csatornámon a profi kirakási metódust lehet tőlem megtanulni a YouTube-on. Ágoston átlagosan 11 másodperc alatt rakja egy kockát, de az sem akadály, ha csak az egyik kezét használhatja ehhez. A diákok pedig a délelőtt során technikában, ügyességben és gyorsaságban is összemérték tudásukat.